Nem először telt meg véradókkal a tolnai magház épülete, a falak között rendszeresen tartanak ilyen eseményeket. Hiába volt munkaidő, sokan kéretőztek el, hogy másoknak segítsenek. A vér ugyanis egy semmi mással nem pótolható gyógyszer, amiből idehaza évente 390 ezer adagra van szükség ahhoz, hogy a műtétek megvalósíthatóak legyenek. 87. Jobban nézem utána magam. Most már inkább az kezd hiányozni, hogyha nem jövök el, hogyha kihagyok egyet, akkor megérzem. Felfrissülés utána, vagy nem tudom. Tehát így szavakban nem tudom leírni, de már többször így megfogalmazódott bennem, hogy el kell jönni, mert hogyha mondom, kihagyok egyet, akkor utána érzem magamon egy kicsit. Meg hát természetesen segíteni tudunk az embereken, másokon, akinek szüksége van rajta rá, és ilyenek. Néhány éve az Országos Vérellátó Szolgálat SMS-t küld azoknak, akik így segítenek, miután a vérükkel megmentettek egy életet. Azok, akik ilyen üzenetet kaptak már, mindannyian arról számolnak be, hogy az érzés egészen mennyei. Furcsa, mert nyilván valaki akkor bajban van, ez nem jó dolog, de hogyha én ennyivel hozzá tudok járulni, hogy életben maradjon esetleg, vagy ezzel segítek neki, akkor mindenképp jó érzéssel tölt el. Dániel a középiskolás évei alatt adott először vért, azóta pedig egyre gyakrabban tesz így. Most így az egyik barátommal szoktunk járni, így mindig közösen ketten. Én úgy gondolom, hogy bármelyikünk kerülhet hasonló helyzetbe, akár családtag is, akárki, és én úgy gondolom, hogy hogyha ezzel tudok segíteni, akkor az örömet nyújt nekem. Rácz Tibor igazi sportemberként imádja a kihívásokat, a véradásra is ekként tekint. Az én életem úgy jött a véradás, hogy én félek a tűtől, és így próbálom legyőzni. Úgy érzem, minden alkalommal legyőzöm magamat, úgyhogy igen. Az OVS munkatársai Tolna vármegyében nem csak a szexelmi központban tartanak rendszeresen véradásokat, hanem folyamatosak a kitelepüléseik is. Magyarországon egyetlen napon 1600-1900 segítőkész emberre van szükség az egészségügyi ellátás biztonságos működéséhez. Ezt alapul véve kijelenthető, hogy az országnak ezen a részén kifejezetten aktív a lakosság, ha az apró tűszúrás vállalásáról van szó. Az Országos Vérellátó Szolgálat tavaly évben 343 ezer egység vért vett le, ez 9260 helyszínen, közel 230 ezer véradótól történt ennyi vérvétel. Az új véradók számában nagyon örömteli változás történt előző évhez képest, mint országosan, mint Tolna megyében növekedett. Az első véradók száma, ezen belül is a 18 éves első véradók száma is nagy mértékben növekedett. Tolna megyében 9450-en jelentkeztek a tavalyi évben véradásra, köztük 609 új véradó. Kijelenthető, hogy mindegy, kinek milyen a vércsoportja, ugyanis valamennyire egész évben nagy szükség van. Nincs leghasznosabb vércsoport, minden véradó vérére egyformán szükség van, hiszen a betegek között ugyanúgy különböző vércsoportok vannak, mint a véradók között, így minden véradó vérére egyformán szüksége van a betegeknek. A nulla negatív vércsoport annyiban különleges, hogy ez sürgőségi esetben bárkinek beadható. Éppen ezért például a mentőhelikopterek fedélzetén is található két egység nulla negatív vörös vérsejt koncentrátum, amely életveszélyes vérzés esetén azonnal beadható, így a beteg élete megmenthető. Vért adni évente akár többször is lehet, a legtöbben pedig, akik így tesznek, már rutinosnak számítanak. Az első véradókra azonban mindig szükség van az utánpótlás biztosításához. Véradás az egy hosszabb folyamat, arra már előre készülni kell. Nagyon fontos, hogy egyen igyon a véradó a véradás előtt. A véradás előtti néhány órában legalább egy fél, egy liter folyadék elfogyasztása szükséges, és bőségesen enni is kell. Itt a nagyon zsíros ételeket célszerű elkerülni. És még az fontos, hogy jó egészségi állapotban, jó közérzettel jelentkezzen a véradó véradásra. Magának a véradás folyamatának az első lépése a jelentkezés, ide egy fényképes igazolványnak címkártya és tajkártya szükséges. A vérkészítmények biztonsága szempontjában nagyon fontos a véradó pontos beazonosítása, úgyhogy ebben az együttműködését kérem minden jelentkezőnek. Ezt követően már a helyszínen kell kitölteni egy kérdőívet, ami a segítők egészségügyi állapotát méri fel. Ebben korábbi betegségek, jelenlegi egészségi állapot, illetve kockázati tényezők szerepelnek. A vérkészítmények biztonsága szempontjából nagyon fontos, hogy ezt a kérdőívet gondosan elolvasva és őszintén töltse ki a véradó, hiszen számos gyógyszerszedés vagy betegség esetén a vérkészítmény árthatna a betegnek. A következő lépés a laborvizsgálat. Itt egy új vegyszúrásból nyert egy csepp vérből meghatározzuk a hemoglobin szintet. Ez azért történik, hogy nehogy vérszegény véradótól vegyünk vért. Első véradóknál még egy vércsoportvizsgálat is történik.
A következő lépés a véradás előtti vizsgálat. Itt a kivizsgáló áttekinti a kitöltött kérdőívet, tehát beszéli a véradóval, megnézi a hemoglobin vizsgálat értékét, vérnyomásmérés és pulzusmérés történik, és mindezek alapján dönt a véradó alkalmasságáról. Nagyon fontos, hogy a véradás során a legfontosabb szempont a véradó és a beteg biztonsága, ezért a véradási kritériumaink elég szigorúak. Mindezeket követően kerül sor aztán a vér levételére. Ez 450 ml vérnek a levételét jelenti, ez egy egészséges, legalább 50 kilós ember számára semmilyen problémát nem okoz, de itt felhívnám rá még egyszer a figyelmet, hogy az előzetes készülés, a folyadékfogyasztás nagyon lényeges, hiszen ha elég folyadék van a szervezetben, az rögtön be tud áramlani a levett vér helyére, helyreáll a vértérfogat, és így nem okoz semmi panaszt. Két véradás között 56 napnak kell eltelnie, ez alatt a vörösvérsejtek is visszatermelődnek. Egy év alatt a nők négyszer, a férfiak pedig ötször adhatnak vért, ennek az oka, ennek a különbségnek, hogy a nők hajlamosabbak egy kicsit a vérszegénységre. Vért adni tehát évente akár többször is lehet, hiszen egy segítő akár három embertársa életét is megmentheti.